Boldog születésnapot! Délután gondoltam egyet Miskolcon, hogy Hidvégardóban van egy Csurilla Mária nevezetű tanítónéni, el kellene menni meglátogatni, mert hónapi nap, november 11-én lesz 73 éves. Rengeteg kis lurkónak átadta a fejébe a tudományt, rengeteg kis lurkó fel is használta a tudományt. Úgyhogy kedves tanítónéni, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok! Grahamnak van egy szép idézete. Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van. Én Sárospatakon végeztem a tanítóképző főiskolán 1968-ban, és ide kerültem Hidvégardóba tanítani. Hidvégardó nem a szülőfalunk, de 3 éves koromtól itt élek. A pályán 40 évet töltöttem el, gyakorló fél évet is itt töltöttem, és nagyon szerettem a gyerekeket, nagyon sokat játszottunk, kirándultunk, tanultunk együtt, és én úgy éreztem, hogy ők is szeretnek engem. És ez egy nagyon fontos érzés volt számomra. Ha látogatóba érkezett valaki, az a munkámról mindig jó véleménnyel volt, igazgatói dicséretet is kaptam, miniszteri dicséretet is, kiváló munkáért kitüntető jelvényt, aztán végül 1995-ben tanácsosi címet is nyertem. 12-szer tanítottam első osztályt, és hát természetesen volt, amelyiket első-második osztályig vittem, volt, amelyiket 1-től 4. osztályig, és valahogy úgy volt, hogy az első-második osztályosok azok nagyon kedvesek voltak számomra azért, mert azok annyira tudtak szeretni, mintha az édesanyjuk lennék. Ha valami bajuk volt, akkor mindig hozzám jöttek, és én vigasztaltam őket, vagy segítettem rajtuk, ahogy én tudtam. A tanítás az kitöltötte az egész életemet. Mai napig is, ha visszagondolok rá, vagy nézegetem a régi képeket, boldogsággal tölt el, hogy tulajdonképpen, ha valaki orvos lett, vagy akármilyen szakmát tanult, azt nem az én érdemem, az övé, mert ő volt az, akibe volt annyi szorgalom, hogy tovább tanuljon. De úgy érzem, hogy azzal, hogy első, illetve hát alsó tagozatban én tanítottam őket, az alapokban valami kis kavics az én munkámból is benne van. És nagy örömmel tölt el az, hogyha látom, hogy sikeres egy tanítványomnak az élete. A gyerekek mellett többször volt úgy, hogy gyakorló időre tanító jelöltek jöttek hozzám, és ott is feladatomnak éreztem azt, hogy segítsek nekik a tanítói pálya indulásánál. Mindig megbeszéltük, hogy hogy kell egy órára felkészülni, vagy ha tanítottak, akkor utána megbeszéltük, hogy mi volt a jó, vagy esetleg mire kell vigyázni. Alakulhatott volna az életem másképp is, máshova is mehettem volna, de úgy gondolom, hogy ez a 40 év, amit itt eltöltöttem a hidvégardói iskolába, az nem volt hiába való. Szerettem Hidvégardót, és ha elmegyek az iskola előtt, akkor szomorúsággal tölt el az, hogy így kiüresedett
a gyerekek megfogyatkoztak, és tulajdonképpen, ahol én meg a gyerekek annyira jól éreztük magunkat, az most már nem úgy van, mint régen. Nem csak a tanítás volt az, ami boldoggá tett, hanem a gyerekekkel sokat mentünk kirándulni ide a környékre, a Nagykőre, a Szent János kőre, téli időszakba szánkózni mentünk. Úgyhogy ezek az emlékek, ezek mind, hogyha így rágondolom, boldogsággal tölt el. És a pedagógus pálya az nem könnyű, de hát ezt elmondhatja bárki a saját maga munkájáról. Tehát, hogyha valaki a hivatását azt szereti és örömmel csinálja, akkor az nem annyira megterhelő. Tehát az öröm az sokat jelent az embernek a munkája során, vagy a munkája végzése során. Hát most meglepetésként ért, hogy Józsi riportot készített itt velem, meg filmet készít, de hát nem is tudom. Volt már egy 70. születésnapom, amit végig sírtam. Most úgy gondolom, hogy ennek is az lesz a vége, hogy rögtön a könnyeim fognak potyogni a visszaemlékezés kapcsán. De hát eljön az az idő mindenki életébe, amikor már ami elmúlt, az arra örömmel gondol vissza, és ami következik, azt meg hát kicsit szomorkodva várja, hogy vége lesz mindennek itt a Földön. Köszönöm szépen! Kedves tanítóim, ne legyen szomorú. Megmaradt a nagyvilágnak. Mindenki látja, hallja. Látok egy pár embert itt, már visszajelzett, hogy élő adásban is voltunk egy pillanatra, úgyhogy néztek minket. Köszönöm. Szeretik a tanítónénit. Köszönöm. Sok boldog születésnapot kívánok! Köszönöm szépen! Köszöntöm Hidvégardó fényképészét! Fényképészében hobbiból üzem, de semmifajta olyan tudományom nincs, ami a fotózáshoz szükséges.